Köszöntöm nézőinket, ez a szerda este, benne pedig a hét témája. Talán mondhatjuk azt, hogy már eleget beszéltünk a kábítószer megelőzés, vagy a szerhasználat megelőzéséről, de aztán a tapasztalat azt mutatja, hogy erről nem lehet elégszer beszélni. Vendégem Babella Lukács Katalin rendőrőrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési főelőadója, aki sok szeretettel köszöntök. Köszöntöm a nézőket. No, tehát kábítószer megelőzés. Tényleg nem lehet erről eleget beszélni? Igen, azt gondolom, hogy soha nem elég erről eleget beszélni. A tapasztalataink is azt mutatják, hogy a fiatalkorúak valójában nincsenek azzal tisztában, hogy amikor kipróbálják ezeket a különböző tiltott szereket, akkor ők egy nagyon súlyos cselekményt, egy bűncselekményt követnek el. Azt mutatja a mi tapasztalatunk, hogy gyakran sajnos tényleg csak a büntető eljárás során, tehát amikor ott a rendőrségen gyanúsítottként kihallgatjuk őket a kábítószer fogyasztás miatt, akkor döbbennek rá arra, hogy valójában ők bűncselekményt követtek el, aminek nagyon-nagyon súlyos a következménye. És mi pontosan azt szeretnénk elérni, hogy ez ne történjen meg, tehát valóban tudatosan tudják a fiatalok azt, hogy gyakorlatilag ez egy bűncselekmény, tehát kerülni kell még akár csak a csekély mennyiségű saját részre történő fogyasztás is, mert ez a magyar törvények szerint bűncselekmény. De ugye ez nem csak ez kell, hogy eltántorítsa a fiatalokat a kábítószertől, hogy ezzel bűncselekményt követel, eljárás alá vonják, mert nem csak ez van emögött, hanem mondjuk ez egészségére sincs jó hatással. Igen, azt tudni kell, hogy maga a kábítószer fogyasztás ez egy többszörös veszélyforrást jelent, tehát mindazon által, hogy ez egy jogsértő cselekmény, ugyanakkor tudjuk azt, hogy nagyon veszélyes is, tehát az egészségre ez nagyon káros tud lenni. És azt is tudjuk, hogy akár egyszeri kipróbálás is súlyos egészségügyi problémákat okozhat. Ugye tudjuk azt, hogy a mai világban rengeteg pszichoaktív szer van, úgynevezett designer drogok, amelyeknek ténylegesen nem tudhatjuk azt, hogy milyen hatása van a szervezetünkre, tehát akár hogyha csak egyszer is próbáljuk ki, hogy mi mennyire leszünk tőlük tényleg betegek, tehát mennyire veszélyeztetjük vele az egészségünket, ezt nem tudhatjuk. Ugye ma már az az igazság, hogy többfajta úton, módon hozzá lehet jutni ezekhez a tiltott szerekhez. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a fiatalok saját maguk tudjanak erre nemet mondani. Tehát legyen egy belső gát, hogy ők maguk ne akarják ezeket a szereket kipróbálni, hiszen nagyon kockázatosak. Kockázatosak, igen, ahogy elmondtam, abból a szempontból, hogy bűncselekményt követnek el, amelynek súlyos következménye van, valamint abból a szempontból is, hogy az egészségüket károsítja. Hogy néz ki egy ilyen büntető eljárás már? Ami elmondható ebből természetesen, hogyha valakit a hatóság rajta kap azon, hogy szerfogyasztó, vagy fogyasztott szert, akkor tulajdonképpen milyen procedúrának kell elébe néznie? Igen, azt elsősorban tudni kell, hogy a bűncselekmény nem ismerete az semmiképpen sem mentesíti az elkövetőt, ugye a büntető eljárás alól, tehát a felelősség vonás alól, ez nem mentesít. Ezt azért mondom el, mert hiába védekezik azzal a fiatal, hogy ő nem is tudta, hogy amit ő elkövetett, ez bűncselekmény, sajnos ez nem jelenti azt, hogy ettől mi meg fogjuk szüntetni a büntető eljárást, hanem végigvisszük azt. És igen, hogy miről is szól egy ilyen eljárás. Főként egy fiatalkorú esetében tudni kell, hogy miután előállításra került a fiatalkorú a rendőrkapitányságra, természetesen értesíteni fogjuk a törvényes képviselőjét, mindazonáltal ugye vizeletvétel történik. Erre azért van szükség, mert nyilvánvalóan ezt egy szakértői intézetnek küldjük meg, amely meg fogja kimutatni azt, hogy milyen típusú szert fogyasztott a fiatal. Mindezek után ugye meg a törvényes keretek betartása mellett jön a gyanúsítotti kihallgatás, valamint ezt követően a büntető eljárás, a bűnügyi nyilvántartásba való vétel történik meg. Ezt követően fogjuk értesíteni erről az eljárásról a gyermekvédelmi hatóságot, akit felkérünk arra, hogy környezettanulmányt
készítessen a gyermekről, így az iskola is fog arról értesülni, hogy vele szemben büntetőeljárás van folyamatban. Míg azt kell tudni, az egy nagyon kellemetlen dolog, hogy ugye ez a szakértői vizsgálat gyakran 3-4 hónapot is igénybe vesz, még a legegyszerebb ügyeknél is, és ilyenkor bizony ott a családban az a bizonytalanság, amikor nem tudják azt, hogy valójában mi is történik ez idő alatt a fiatallal, mi lesz az ő sorsa. És talán még egy kellemetlen dolgot elfelejtettem és kihagytam, amit tudni kell, hogy azonnali lakhelykutatást is van ez a cselekmény magával. Ez azt jelenti, hogy akár hajnalban, akár egy késő éjszakai órában is megjelennek a kollégáim, és ott átvizsgálják az érintett személy lakóhelyét. Hú, ez nem egy egyszerű helyzet, és remélem, hogy igazából talán a fiatalok is egymás közt arról beszélgetnek, hogy az a menő, aki nem próbálja ki, és nem az a menő, aki megpróbál ezzel villogni, hogy ő bizony már szerhasználó. Ugye ezt jól gondolom? Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy most már az a menő, aki nem próbálja ki. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb kipróbálás kíváncsiságból van, így vagy előfordul az, hogy van egy olyan ember a csapatba, aki valamilyen úton, módon szerhasználó, vagy éppen beszerzett egy valamilyen fajta kábítószert, amit a többiek is kíváncsiságból megpróbálnak, kipróbálnak, illetve van olyan is, aki saját maga deríti föl azokat az utakat, hogy beszerezhessen egy ilyen tiltott szert. De ahogy azt mondtam, nagyon fontos, hogy tisztában legyenek a fiatalok, hogy ez tényleg mennyire veszélyes, és talán az lenne a legjobb, hogyha még gondolati szinten sem akarnák ezeket kipróbálni. A rendőrség mit tud tenni? Ugye van egy folyamatos bűnmegelőzési program, találkozik a hatóság azokkal a fiatalokkal, akik a legveszélyeztetettebbek ebben a témában. Mennyire fogékonyak ők ott ezeken a különleges órákon? Én azt gondolom, hogy a gyerekek többsége nagyon jól veszi, és nagyon nyitottak, amikor mi bűnmegelőzési órákat tartunk. Ugyanakkor tény és való, hogy azt látjuk, hogy a tudásukat tényleg, hogy is mondjam, ki kell teljesíteni ezen a téren, hiszen általában tudják, hogy milyen típusú kábítószerek vannak, úgy azt is tudják, hogy ezek egészségügyre veszélyesek, de hogy azt említettem, hogy ez gyakorlatilag milyen jó következményei vannak, nagyon sokan nem tudják. Illetve sokan nem is tudnak a között se különbséget tenni, hogy amikor drogokról beszélünk, akkor mik azok a kábítószerek, az úgynevezett illegális szerek, illetve mik azok az esetleges legális drogok, amelyek úgy szint veszélyesek, és mondjuk a fogyasztások bizonyos szabályok betartása mellett lehetséges. Ilyen mondjuk ugye az alkohol, vagy pedig a dohányáruk, ugye, amiket például Magyarországon csak 18 év fölött lehet fogyasztani. És hogyha már itt tartunk, alkohol és dohányáru, tulajdonképpen ez akár lehet egy előszobája is annak, hogy ha már rágyújtottam, akkor már kérek egy italt, ha már kértem egy italt, akkor már esetleg megpróbálok valami szerrel, hát most azt nem mondom, hogy jobb kedvet deríteni magamat, de legalábbis kíváncsiságból kipróbálni. Ilyen jellegű kimutatásaink nincsenek, de az biztos, hogy azok a fiatalok nyilván, akik többet eljárnak szórakozni, eljárnak társaságokba, úgy mondanám a bulisabbak, valahogy egy kicsit jobban ki vannak téve ezeknek a veszélyeknek. Ez az egyik fajta típus, aki ki van téve. A másik fajta típus pedig az a gyermek, aki valamilyen pszichés problémával küzd, és sajnos a tiltott szereket találja ennek a problémának a megoldására. A szülő miből veheti észre egyébként, hogy valami nem stimmel esetlegesen a gyermekkel, hogyha mondjuk hazajön a buliból, akkor furcsán viselkedik, nehogy Isten, hogyha már húzamosabb ideje próbál valamilyen szert, akkor milyen tipikus tüneteket érdemes figyelni a gyermekem? Mindenképpen van ennek valamilyen fajta jele. Az biztos, hogy a gyermeknek a magatartása meg fog változni. Tehát a megszokott magatartás valamilyen szinten megváltozik. Az a
gyermek, aki eddig mindig visszahúzódó volt, otthon volt egyedül, csak a számítógépe volt az egyszem barátja, és újabban hirtelen eljár nagyon szórakozni, nem figyel oda a szülők intelmeire, nem hallgatja meg őket, ott érdemes elbeszélgetni a gyerekkel. Főként ha azt látjuk, hogy ez a gyermek zaklatott, ideges, túlzottan ideges, ingerlékenyen válaszol, lényegesen ingerlékenyebben, mint amit eddig megszoktunk tőle. Ez is lehet egy jel. De az ellenkezője is sajnos jel lehet, amikor a társasági gyermek elkezd nagyon visszahúzódó lenni, kerüli a társaságot, nem barátkozik már többet a haverokkal, akkor ez is egyfajta jel lehet. Nagyon nehéz a szülőknek ezt felmérni, hiszen tudjuk, kamaszokról beszélünk leginkább, akik, hogy is mondjam, eléggé sérülékeny élethelyzetben vannak, és ugye nem feltétlenül hallgatják meg a szülői tanácsokat, intelmeket. Ez egy nehéz dolog, ugyanakkor azt gondolom, hogy a szülőnek soha nem szabad feladni, hogy megismerje a kamasz gyermeket is, és minél több információt megszerezzen róla. Tudnunk kell azt is, hogy ha a szülő látja azt, hogy probléma van a gyermekével, nyilvánvaló, nem kell neki feljelentést tenni saját gyermekevel szemben, de rengeteg útja és módja van annak, hogy segítséget találjon a gyermeknek, itt Sopronban is több szociális intézet segítséget tud neki felajánlani. Szerintem még beszélgetünk erről a témáról, hiszen ahogy már az elején is summáztuk, erről nem lehet eleget beszélni. Babella, Lukács Katalinnak köszönöm szépen, hogy elfogadta meg hívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a Hét témája. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra. Köszönjük figyelmüket! Önök a Sopron TV heti magazinját, a szerda estét látták. Jövő héten ismét várjuk Önöket. Műsorainkat megtalálják a sopronmedia.hu oldalon, és Facebookon is követhetnek bennünket. Ne feledjék, ha szerda este, akkor Sopron TV. Viszontlátásra! A Hölgyválasz együttműködő partnere a Bónis Rejter Borászat.